Köszöntöm nagyon sok szeretettel a kedves televízió nézőit. Önök az Ébredés című műsorunkat látják. Minden hétfőn reggel 9-kor, majd este 10-kor megismételjük ezt az adást. Köszöntöm nagyon sok szeretettel dr. Kovács Gézáné testvérnőt, aki elfogadta a meghívást, és itt lehet a televízióban. Annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy valami kedves ige, ami így a szívedhez nagyon közel áll, hogy oszd meg velünk és a kedves nézőkkel, hogy mit jelent ez a te számodra. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagy örömmel beszélek akár az igémről, akár Jézusról, más témákról. Amikor gondolkoztam, hogy mi is a kedves igém, eszembe jutott, hogy sok évvel ezelőtt szintén föltették nekem ezt a kérdést, és akkor azt mondtam, hogy a Filippi 3.10. vers az nagyon közel áll hozzám. Ott Pál apostol beszél a vágyáról, hogy megismerjem őt, feltámadásának erejét, és az én közösségemet az ő szenvedésében. Hát, amikor erre a részre gondolok, akkor kicsit már másképpen érzek, de az a vágyam csak egyre erősödik, hogy jobban megismerjem Jézust. Azt az erőt, amit ő képviselt, a mindenható Isten képmása ő. De hogy mégis a szenvedés útján érte el a győzelmet, a diadalt. Igen, hát ez nagyon fontos, hogy ilyen kedves ige megragadta a szívedet, és valóban hát Pál apostol is, amikor hát befogadta az Urat az ő szívébe, akkor az ő számára is nem volt mindegy az, hogy hát hogyan ismerje meg őt, hogyan volt élő kapcsolata az Úr Jézussal, és hát itt különösen a Filippi levélben is hát nagyon csodálatos dolgokat ír le, akár ott a második részben is, meg az Úr Jézussal kapcsolatban. Igen. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy hát hol születtél, vagy melyik a gyermek éveidet milyen helyen töltötte, tehát ahogy hol növekedtél fel. Budapesten születtem, de akkor már a családunk Debrecenben élt, édesapám ott volt lelkipásztor, úgyhogy pár napos koromban én is Debrecenben kerültem, igen. Ott éltem 12 éves koromig, az első hatosztályt ott végeztem, kedves emlékek kötnek oda a gyülekezethez, iskolához, gyerekkori csintevések, gyerekkori élmények, úgyhogy Debrecen az egyik kiinduló pontja az életemnek. Igen. Mivel említetted meg, hát én is ismertem a kedves édesapádat, hogy lelkipásztor volt, és hát így lelkipásztor családba születtél bele. Igen. És hát talán néhány dolgot említeni őróluk is, mert egy nagyon komoly, aktív lelkész, lelkipásztor volt ő. Igen. Talán azt emelném ki elsőnek, hogy hiteles volt. Igen. Ugye egy gyerek ismeri a szüleinek az otthoni életét, nem csak azt, ami a szószéken történik, vagy mások előtt. Úgyhogy leginkább ezért vagyok hálás Istennek, hogy bármiről prédikált édesapám, soha nem éreztem azt, hogy hát csak beszél, hanem láttam azt a mély szentséget a hétköznapokban, azt az őszinte tisztaságot, azt a megélt szeretetet, igazi odaáldozást. Tehát nagyon-nagyon nagy példa volt ő, hát már régóta az Úrnál van. Igen. Édesanyánkkal együtt, tehát nagyon különleges ajándékot kaptunk a szüleinkben. Igen, még sokszor, ha emlékszem vissza, még talán
sok olyan szenvedésen ment ő is keresztül, ami igen, támadások érték őt, igen, mert hát nagyon komoly hittel járt és szolgált, igen, az Urat, és hát ez miatt, igen, sok-sok olyan dolog érte, ami hát nem egyszerű. Igen, hát ha arra röviden kitérhetek, lehet, hogy elvették a lelkész igazolványát. Igen, erre gondoltam. Igen. Mert hogy a 60-as évek elejére már elfogytak a bibliák Magyarországon, mivel nem volt utánnyomás. Igen. És ő németországi Hamburgban végezte a teológiát, tehát voltak kapcsolatai, ismerettsége, és így hoztak hozzánk külföldön nyomtatott magyar bibliákat, de nem azért hozták, hogy a padláson vagy a pincében tároljuk, hanem hogy adjuk tovább, és bár nagyon óvatos volt édesapám, de azért lehetett rá számítani, hogy ez előbb-utóbb kiderül, sőt, ami aztán a nagy bajt okozta, még orosz bibliákat is fogadtak a szüleim, és valahogy azok is elkerültek egy laktanyába, na, ott betelt a pohár. És akkor, hát egyik napról a másikra se szolgálat, se lakás, se fizetés, négy gyerek, úgyhogy az egy kritikus. Hát négyen voltatok, négyen, testvérek, igen, igen. Igen. De ami legszebb, soha nem hallottam a szüleimet panaszkodni. Alázattal elfogadták a helyzetet, nem tartottak álbűnbánatot, hogy ó, hát tévedtünk, nem így kellett volna eljárnunk, nem. Meggyőződésből tették, amit tettek, és elfogadták ennek a következményét. És édesapám gyári munkásként került nyugdíjba. Hú, igen, nem is adták vissza? Nem. Még ilyet. Nem kapott kegyelmet. És hát azért, mivel hát olyan családból jöttél te is, hogy a testvéreid között is volt, aki lelkipásztor, hogyha néhány gondolatot őróluk is szólná, hogy ők is hát befogadták az Úr Jézust, vagy hogy hol élnek-e, vagy tehát, hogy erről is mondanál néhány dolgot. Nagy örömmel négyen voltunk, ma már igen, csak hárman élünk. A bátyánkat elvitte az Úr, én a harmadik vagyok a sorban, és az 1961-es év nagyon-nagyon különleges volt, mert fél év alatt mind a négyen megtértünk. Hú, na. Kezdődött ez márciusban, éppen velem, aztán a bátyám döntött, aztán a húgom és utoljára a nővérem, érdekes ez a sorrend, de így történt, és ősszel édesapánk egyszerre merített be minket. És ez azt hiszem, hogy ritka, különleges ritka dolog, áldás. Igen. Igen, és nagyon-nagyon összefortunk mi négyen, egymás imatársai lettünk, együtt böjtöltünk, imádkoztunk, mentünk szolgálni, missziózni, és valamilyen szinten ez megmaradt azóta is. Igen, csak hogy mégis bekapcsolódjak ebbe, hogy hát én is jól ismertem a kedves testvéredet, aki lelkipásztor volt, mert igen, nálunk Kosdon volt egy évig ilyen ügyintéző lelkipásztor, és hát így sokszor találkoztunk, igen, ahogy nem ott lakott, hanem csak igen, oda jött, igen, és akkor igen, hát ugye ez azt a célt szolgálja, hogy hát akartak, vagy akartunk lelkipásztort hívni valakit, és akkor ők ebben jártak közbe, hogy a nézők is tudják, hogy miről van szó. Igen. Ő eredetileg nem lelkipásztor volt. Igen. Mérnöknek tanult, és így dolgozott, mert úgy érezte, hogy ha lelkipásztor lesz, ha megalkuszik, akkor esetleg ugyanúgy hú, jár, mint az édesapja. Ha nem alkuszik meg, ha meg megalkuszik, akkor miért csinálja? Így aztán választotta a világi hétköznapi szakmát, de édesapánk halála után a koszorúra már azt írta, hogy a zászlót viszem tovább.
és ott eldöntötte, hogy felhagyja a jó mérnöki állását, elkezdte a teológiát, három gyerek mellett, és lelkipásztor lett. Igen, a kedves felesége már sajnos, hogy ő elment, őt is behívhattam ide a televízióba, és hát jó beszélgetésünk lehetett sok-sok olyan dologról, ami hát valóban hát ritka esetek is vannak, igen. Tehát akkor négyen voltatok, nagy család, tehát négyen testvérek, és hát ők is mind a négyen, tehát befogadták az Úr Jézust, és együtt merítkeztetek be, ez egy csodálatos dolog. Volt bent egy ilyen testvér, az édesapja baptista prédikátor szintén, és elmondták, hogy hárman, fiúk egyszerre döntöttek, és hát szóltak nagy, hát bátortalanul, de szóltak az édesapának, és ott letérdeltek valami kis fekvő alkalmatosság mellett, és akkor hát úgy imádkoztak és befogadták az Urat mind a hárman. Hát nagyon nehéz helyzetből, mert az édesanyjuk sajnos 29 évesen elment, és négyen maradtak hátra. Tehát ez nem kis dolog, és hogy hát az ő életükben is hát odaszánták, és hát lelkipásztor lett kettő, egy pedig pont most volt bent, aki hát ilyen zenei iskolába, ő az igazgató helyettes, tehát ugye ővele is hát beszélgethettünk, és nagyon jó volt, mert mindegyik őket Isten megáldotta, és még van két lánytestvérük is, és hát én nem ismerem ugyan, de mondta, hogy hát milyen magas helyet elértek, mit tudom én, igazgató vagy bármit. Hát Isten hogy megáldja ezek életét, akik, ha talán így is történt ez a dolog, hogy el kellett, hogy menjen az édesanyjuk, de ők hát valóban megállták a helyüket, és hát komolyan. Milyen kegyelem. Az Urat követik. Azt szeretném kérdezni, hogy hát hogyan fogadtad be az Úr Jézus, mert erről lehet beszélni bátrabban, hogy hát mikor vagy hol történt ez, és talán melyik gyülekezetbe, hát ezekről beszéljél számunkra. Jó. Debrecen után Pest Imrére került édesapám, tehát oda költöztünk. Mentünk hűséggel a gyülekezetbe, hétköznap, vasárnap, tehát nem volt kérdés. És egy ilyen hétköznap esti alkalomra is ment a családunk. Ó, talán azért még egy picit visszalépek. 1961-ben, január 1-én édesanyánk kért egy igét arra az évre. És azt kapta, hogy ó, asszony, nagy a te hited, legyen néked a te hited szerint. És én is szemtanúja voltam ennek, felcsillant a szeme, odafordult édesapánkhoz, és azt mondta, hogy talán ez az év lesz az, amikor valamelyik gyerekünk megtér. Ezt megelőzően már évekig, nem tudom mikor kezdték, évekig rendszeresen böjtöltek a mi megtérésünkért. Én számtalanszor ébredtem arra, hogy imádkoznak, és könyörögnek, hogy mikor térnek meg a gyerekeik. És ahogy mondtam, 61-ben nem hogy egy, hanem mind a négy. Mind a négy, hát ez csodálatos. Igen. Tehát vissza az én személyes csodámra. Gyanútlanul elmentem egy keddesti alkalomra, nem vártam semmit, és az volt az ige, hogy itt az ideje, hogy Isten elkezdje az ítéletet, mégpedig az Izrael házán. Igen. Tehát, hogy Isten mindig belül kezdi. Igen. És éreztem, hogy én is egy ilyen vagyok. Itt vagyok, talán külsőleg azt hiszik, meg én is szeretném hinni, hogy minden rendben van, de nincs. Nem Jézus az életem ura.
nem vagyok megváltva. Nincs bennem az a bizonyosság, hogy hozzámennék, ha meghalok. És valamilyen csodálatos kegyelem folytán, ott azon az estén, Jézus arcát láttam egy pillanatra. Mégpedig úgy, hogy szomorú. És hogy én miattam szomorú. Ez nagyon-nagyon fájt. Az a kép ismerős volt nekem, hogy a szüleim szomorúak, mert veszekszünk, mert valami olyasmi történik a testvérek között, ami nekik nem tetszik. Na de az, hogy Jézus szomorú, és hogy miattam, ez olyan mélyen érintett, hogy elkezdtem sírni, és úgy éreztem, hogy így nem is akarok hazamenni. Ez nagyon rossz, ez borzasztó, ez a teher, ez a fájdalom, ez hihetetlenül kellemetlen. Na és az alkalom végén oda mentem az édesapámhoz, hogy segítsen, mert valami baj van velem. Hát ő sejtette, hogy, hogy miről van szó, és olyan különös, hogy nem egyedül voltam azon az estén. Igen. Aki hasonlóan érzett, és akkor ott maradtunk imádkozni, és én egy nagyon, emlékeim szerint nagyon rövid, egyszerű imában csak felkiáltottam Jézushoz, hogy bocsássa meg a bűneimet, és adjon új szívet. És ez ott akkor megtörtént. Igen. És hány éves voltál 13. akkor? 13. Na azért, hogy mégis egy időben, igen, hogy helyezni, igen. Tehát akkor már nem Debrecenben, akkor hanem akkor itt Pestibrén laktunk. Pestibrén, igen. Egyszer talán én is voltam már ott abban a gyülekezetben, csak már régebben. Hát, és mi szerettél volna lenni, tehát úgy, mi volt a szívedbe, hogy milyen irányba tanulsz, vagy milyen iskolákat végzel, tehát hogy hát mi volt a célod, hogy mi szerettél volna lenni? Mivel a szüleim jól beszéltek németül, édesanyám idegen nyelvű levelező volt, így az idegen nyelv az természetes volt a családunkban, és úgy gondoltam, hogy ebben szeretnék tovább tanulni, akár külkereskedelmi pályára is menni. Fel is vettek egy ilyen középiskolába, de nem németre, hanem angolra, de az úr ezt jól tudta előre, hogy erre lesz nagyobb szükségem. Szükség, igen. Igen. Viszont éppen érettségi előtt vették el édesapám igazolványát. És amikor kitöltöttem a felvételi kérelmet, hogy hova szeretnék menni tovább tanulás céljából, akkor még úgy se ez, se az nem volt az édesapám, még nem volt gyári munkás, de már nem volt lelkész, igen, nem tudom, valamit beírtam, és akkor hivatott az osztályfőnök, hogy hát 4 évig én igazat mondtam, most miért hazudok, ő megérti, hogy, hogy nem akarom beírni, hogy lelkész, de hát azért ez mégis tisztességtelen. És akkor mondtam, hogy ez az igazság, már nem lelkész. Igen. Jaj, tényleg, már megváltozott a gondolkodása. Jaj, és mondom, gondol, hogy nem, elvették az igazolványát. Hát mondta, hogy akkor ez nagyon nagy baj. Úgyhogy nem tudom, mi került a papíromra, de nem vettek föl, úgyhogy csak utólag estén tudtam elvégezni az iskoláimat munka mellett, de hát Isten mégis adott egy kis kaput, hogyha ők be akarták volna zárni is, tehát Istennél minden lehetséges, és hát a hívőnek is. És hát ez valóban hát így jó, hogy ha megvoltatok próbálva is, de nem akadályozhatták meg azt, hogy mi legyél, vagy amit szeretnél lenni. És azt szeretném kérdezni, hogy a kedves férjedet, hát hol ismerted meg, vagy milyen körülmények között esetleg, ha mondanál néhány dolgot erről is. Nagyon szívesen, mivel az ő édesapja is lelkipásztor, igen, igen,
és ez egy aránylag kis közösség, a szüleink jól ismerték egymást, és így mi is találkoztunk, még gyerekkorunkban is. Aztán, amikor mi megtértünk, különösen a bátyám hite, buzgósága nagy hatást gyakorolt Gézára. És úgy többször találkoztunk, ifjúsági órákon, egyéb alkalmakon, tehát volt lehetőségünk a találkozásra, bár hát igen, különböző gyülekezetekbe jártunk. De aztán ebből úgy nem alakult ki szorosabb kapcsolat. Én is azt gondoltam, hogy talán az Úr nekem mást szán, de kiderült, hogy nem. Aztán Géza is nagyon kereste, hogy ki lenne a társa, kivel tudná együtt szolgálni az Urat, leélni az életet. És hát egy különleges módon összevezetett minket az Úr. Semmi kétség nem maradt egyikünkben sem, hogy ez az ő útja. Igen. Ennek most nyáron volt 47 éve, hogy erről meggyőződtünk. Na. Egy évvel később összeházasodtunk. És nem azt mondom, hogy boldogan élünk azóta, de mondhatom, hogy igen, boldogan élünk, mert ott van az Úr. Ő egyedül a garancia, nem mi. Mi már sokszor elronthattuk volna, de az Úr mindig tanácsolt és kiemelt, és az ige abszolút Gézának is, nekem is. Igen. Úgyhogy van egy nagyon erős fundamentuma az életünknek, a házasságunknak. Hát csak megemlítve, hogy hát pont mi is egy nem olyan régen ebben a hónapban 46 éves házasok voltunk, egy évvel megelőztetek. Nem, a házasság ott mi is nem? 46 évvel ezelőtt. Igen? Igen, na, igen. Hát akkor... Csak a lánykérés, ja, lánykérés meg a meggyőződés. Meggyőződés, az igen. Annak 47 éve. Na, hát akkor éve. Milyen hasonló igen, korok igen. vannak itt. És hát a férjed is hát doktorátusa van, és hát ő is bizonyára sokat tanult. Egy-két dolgot, ha említenél róla, hogy mégis, hogy milyen irányba tanult, vagy hogy mi szeretett volna ő is lenni, tehát ha ezt megosztanád. Igen. Őt azért vették fel az egyetemre, bár édesapja lelkész volt, mert megnyert egy tanulmányi versenyt középiskolás korában. Egy ilyen országos versenyen igen. vett részt, igen. Úgyhogy akár ki volt az édesapja, ez az ajtó kinyílt előtte, hála az Úrnak. Biológia földrajz szakot végzett, azt tudta, hogy tanár nem lehet a gyakorolt, megvallott hitével, és így elment talajbiológia szakra, abból doktorált, aztán ment tovább, megszerezte a kandidátusi címet is, tehát több diplomát szerzett és tudományos fokozatokat. Igen. Végül is egyetemi tanár is lett, tanszéket is kapott. Igen, és még vissza gondolva arra, hogy az ő édesapja is átment olyan dolgon, hogy igen. elvették még az igazolványát, igen, de igen, mai igen. napig is komolyan veszi az Úr dolgait, és úgy látom, hogy ez a két család, mivel a te szüleid is, meg ők is nagyon komolyan vették az Úr dolgait, és hát így összejöttetek, vagy összekerült az igen. a két család. Így. És érdekes, hogy mind a két apát figyelmeztette a belügy, igen. hogy a másik családdal nehogy barátkozzon. Hát... az Úrnak más terve volt. Hát igen, mert még a testvére, vagy felesége testvére volt, amike testvér? A felesége, igen. Felesége testvére, ugye, igen, mert, igen. mert hát ő is kiköltözött hozzánk Kozdrai, és hát ott vettek házat, igen. budai házat eladták, és odajöttek,
És hát ő is átment nagyon sok mindenen, amikor még hát ilyen kezdő gyülekezet volt nálunk, és hát sok mindent ki kellett, hogy álljanak, és akár még bántalmazásokat is, és hát a végén meg oda került a élete vége felé ez a testvér, mert nagyon szerettük előtte, ő is kiállt úgy havonta egy alkalommal prédikálni, és akkor hát a végén úgy megszerette a gyülekezetet, hogy itt eladta házat, és oda költözött, és hát ott vannak eltemetve is már ők, úgyhogy. Tehát annyira kicsi a világ, de hát így most ezek a dolgok így összeállnak, ezek a képek, és hát azért jó erről tudni, hogy nagyon meghatározó volt a kozdi gyülekezet életébe is, amikor hát kiárt a férjednek az édesapja, ő kezdte a második gyülekezetet, mert először 1907-ben jött létre ott egy kis közösség, majd hát a 48 körül pedig annyira sokan elköltöztek Budapestre, hogy megszűnt, hát csak egy nő, meg egy férfi maradt, de mind a ketten, hát egyik ez aglegény, a másik meg hát olyan hölgy volt, aki nem ment férhez, és hát úgy ők nem jöttek össze, és hát és 10 év múlva, tehát 58-ba kezdődött a gyülekezet Kozdon, és hát ők utána hát ebben részt vettek a kezdeti állapotba, majd a szüleim, hogy odaadták a házokat imaháznak, akkor a Géza bácsi intézte akár a önkormányzat, vagy akkor hát a más néven mondták, hogy a dolgokat, hogy hát bejelentsék meg, hogy hát ezeket így, hogy el tudják hivatalossá tenni, igen. És a házasságotokból hány gyermek született, és vagy hogyan történt ez, hogy... 4 gyereket szerettünk volna, mert hogy Gézáik is 4-en vannak, voltunk, valahogy ez így ideálisnak tűnt a saját tapasztalatunkból. Meg is született az első 2 gyermekünk, aztán mikor a 3-at vártuk, ott problémák merültek föl, és sajnos az a babánk meghalt születés előtt. Ez különösen engem erősen megviselt, de az Úr ott is nagyon velem volt, és bár mélyre kerültem fizikailag, érzelmileg, még hitpróba is lett belőle, de megvigasztalt. Aztán 2 év múlva megint babát vártunk, és hát már akkor sokkal óvatosabb voltam, úgy reméltem, hogy megkapjuk ezt a gyermeket, meg is kaptuk, és ő meghalt a kórházban. Ott kapott egy fertőzést gondatlan ápolás miatt. Ez annyira megrázott engem, hogy nem értettem az Istent. Én úgy tudtam, hogy Isten gyerekpárti, úgy tudtam, hogy szívesen a gyereket, különösen olyan családba, ahol hitre akarják nevelni a gyermeket, és úgy nem tudtam, hogy mi ez. Most hol a baj, mi történik? És amikor megkaptam a hírt, hogy nem él, mert őt bent tartották a kórházban, mert tüdőgyulladást kapott, és jött a hír, hogy meghalt. Hát azt mondhatom, hogy elfekeredett a világ bennem is, meg körülöttem is. De éppen jöttem a fürdőszobából, hogy lemossam az arcomat a sok sírás után, és úgy ránéztem a fali naptárra, és aznapra az volt az ige, hogy áldott legyen az Isten, minden vigasztalás atya, aki megvigasztal minket
minden nyomorúságunkban, hogy mi is képesek legyünk mások vigasztalására. Második korintusi levél első részéből nagyon megrázott, hogy ilyen ige van erre a napra. De az első reakcióm az harag volt. Én nem vigasztalást kérek, én a gyerekemet kérem. De az Isten eldöntötte, hogy nem így lesz, magához vette. El is temettük. Nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz volt. Én sokat sírtam. Körülbelül egy fél évvel később, egyik este úgy nagyon megszólítottam az Istent, hogy látja, hogy nekem ez mennyire fáj. Érzi azt, amit én érzek. Mert úgy éreztem, hogy sokan azt gondolták, ó, hát annyira pici volt, meg nem tudom én. Én egész másképp éltem ezt meg, nekem nagyon-nagyon fájt, nagyon hiányzott. És akkor az Isten válaszolt nekem, és azt mondta, hogy ne érezné, az ő fia is meghalt. És ez olyan újszerűen hatott. Hát tudtam, gyerekkorom óta ismertem a történetet. Igen. Hát tudtam, hogy ezért van kegyelem, bűnbocsánat, üdvösség. De akkor valami egészen új értelmet, érzelmet jelentett, hogy az Isten fia meghalt, hogy az Isten ugyanez, sőt, ennek a sokszorosát élte meg, ennek a fájdalomnak, ő végignézte a fia szenvedését, és nem szólt közben, nem avatkozott közben, végignézte, hogy meghal. És ott tényleg megtapasztaltam, hogy megvigasztalt az Isten. Akkora kincset kaptam ebben, ahogy az Isten szíve magához vont, ahogy megnyílt előttem az Isten szíve, ahogy átéreztem azt, amit ő átérezhetett, vagyis hát annak egy töredékét. Sokkal többet jelent nekem azóta Jézus szenvedése, Jézus halála, az Isten áldozata. Igen. És hogyha hallok valakit, akinek meghalt a gyermeke, akkor én szívesen meglátogatom. Nem azért, hogy bármi okosat mondjak, hanem hogy sírjak vele. Együtt érezni vele. És mondjam neki, hogy boldogok, akik sírnak. Igen. Mert őket az Isten meg fogja vigasztalni. Amen. Hát képzeld el, hogy megint egy hasonló volt a mi életünkben is, és hát mi a negyedik gyermeket veszítettük el. És 7 hónapra érettébb gyermek, és hát egy orvosi műhiba miatt szintén, és meg kellett volna, hogy császározzák, nem? És fölnyúlt és megfordította, mert haránt volt benne a feleségembe ez a gyermek, és hát úgy volt a papíron, hogy érettébb gyermek, 2 kg 55 dekás volt 7 hónapra, és megnyomta a fejét az orvos, és akkor 6 napig élt, és mi is úgy temettük el, hogy mennyire hasonló Igen. dolog, érted? Igen. És ez csak most Igen. lehet, hogy ez is egy vigasztalás, de hogy nekünk is ugyanúgy át kellett menni ilyen Igen. dolgon. Igen. És rá talán 1 vagy 2 év, most pontosan nem tudom az időpontot, de szintén adott nekünk is az Úr egy gyermeket, és teljesen megvigasztalt ezáltal Isten. Sőt, még amikor akartuk, hogy milyen nevet adjunk neki, pont így a rádiót föl lett kapcsolva, és mondja, hogy hát ma Máté névnapja van, és
hogy Isten ajándéka. Hát akkor legyen ez a neve, és hát így lett a negyedik gyermekünk szintén. Hát igen. Máté, vagyis hát két fiú van és két leány. Igen, mi is kaptunk még egyet, kislány, tehát nekünk meg így két lányunk és egy fiunk van. Igen. A másik kettő meg a mennyországban. Igen, igen, tehát hogy tényleg talán még nehezebb volt ezt mind átélni, de hát valóban Isten megvigasztal, igen. És hogy ez a igen. Nagyon fontos, hogy ez igen. A hit az élő reménység ott volt bennetek, és igen. Megmaradtatok az Úrban, és hát boldogok vagytok, és hát most már hány unokátok van? Idén született, nyáron a tizedik. Na, hát egy kicsit megelőztetek akkor már, igen. Igen. Nekünk 8 van, és 7 leány és 1 fiúk. Igen. Ott a lányok vannak dominánsan. Többségbe, nálunk 6 lány és 4 fiú. Na, hát így. Ott is az elég igen, sok lány van, de mert van, ahol így a fiúk, férfiak többen vannak, viszont most ott a mi körünkben valahogy, vagy a mi utca részünkben, meg azon a részen szinte mind lányok születnek. Igen. De hát majd gondoljuk, hogy kapnak fiút is, igen, majd amikor a el is. Igen. Fog érkezni az az idő. És amikor hát Isten így megáldott, melyik gyülekezetbe hát voltatok, vagy hol, hát, hova jártatok, vagy hogy kezdődött ez a család életében? Már mint a férjemmel? Férjeddel, igen, Gézával. Hogy... Apósom akkor Budafokon szolgált. Budafokon, igen. Igen, bár hivatalosan soha nem lett lelkipásztor. Igen, ezt nem is tudta. Nem kapta vissza az engedélyét, nem. Csak a gyülekezet gondnoka volt. Ja. Papíron. Ja. Igen. De a lelki mert pásztori itt Újpesten is szolgált, még, igen. Még ott, igen, igen és akkor igen. Utána. Igen. Hát, aztán ugye 7 évig ő is gyári munkás volt. Kérdezték is tőle, hogy mit csinál. Mondta, hogy lapkiadó vagyok. Lapkiadó, bukott lelkészként. Igen, betonlapkiadó. Na, de aztán kapott más munkát is, szóval aztán megkapta Budafokot, úgyhogy a házasságkötésünk után én jöttem a férjemhez, és mármint ebbe a gyülekezetbe nagyon hamar beilleszkedtem, megszerettem azt a közösséget, nagyon jó házi csoportunk volt, Géza sok szolgálatban részt vett, én, mivel megkaptuk a gyerekeinket, igen. Én sok mindenből kimaradtam ilyen szempontból, de amennyire tudtam, azért én is aktív voltam a gyülekezetben. Aztán jó pár évvel később az Úr egy más területre vezette a férjemet. Igen. Most csak annyit említésképpen a kedves nézők miatt, hogy még a férjednek az édesapja most is él, és 90, hány éves? 3? 4? Na azért, hogy Isten megáldja azokat, igen. Akik hűségesek, és csak ezért igen. Így mondom, hogy kitartott, és igen. Ha munkást kellett végezni is, de igen. Hát megállt ott is a helyét, és Isten megáldotta. Igen. Igen, meg igen. Ott az ő családjukat is, tehát. Igen. Igen. És neki a mi 10. unokánk a 30. dédunokája. Hú, igen, na hát igen. Ez jó, hogy akkor ezt is mondod. Mert olyan kapcsolat volt, hogy az én szüleimhez is hát meghívtuk, a Géza bácsit jöjjön, mert ők is, mikor 65 éves házasok voltak, ő volt ott nálunk, és ő hirdette az igét. Azt szeretném kérdezni, hogy a ti életetekben is volt olyan állomás, hogy ez ki ne maradjon, hogy úgy tudom, a férjed hát alakított egy gyülekezetet, tehát egy rózsakerti gyülekezet, talán ez a neve neki, és hogyha
erről is egy pár dolgot, ha említenél számunkra. Mi a rendszerváltás időszakát éppen az USA-ban éltük meg. Férjem ott dolgozott 2 évet egy egyetemen, egy nagy-nagy egyetemen tanult valami újat, amit aztán behozott Magyarországra, és itt továbbadta diákoknak. De ott még inkább felerősödött benne, hogy meg kell újulni a közösségeinknek, mert a 40-45 év alatt olyan bezártak lettünk, olyan belterjesek. Igen. És nem is igen találtuk már a kapcsolatot a szomszédainkhoz, a környezetünkhöz. És amikor hazajöttünk, akkor ő eldöntötte, hogy sokkal kevesebbet vállal gyülekezeti szolgálatot, ugye a munkája mellett, hanem keressük meg a szomszédainkat. Úgyhogy bekopogtunk az első helyre, ők az alatt, az idő alatt költöztek oda, míg mi éppen nem voltunk itthon, és kérdeztük, hogy akarnak-e velünk Bibliát olvasni. Hát nagy meglepetésünkre azt mondták, hogy igen. Igen, na. És aztán nagyon-nagyon lassan kezdődött valami. Én nehezen éltem meg, mert Géza azt mondta, hogy egy bizonyos naptól fogva nem járunk Budafokra. És úgy éreztem, hogy kiment alólam a talaj. Talaj. Mert még nem volt másik. Nem volt másik hely, vagy ahol már megépült és, volna. És mi lesz a gyerekeinkkel? Mert azért mi már elég stabilak vagyunk remélhetőleg, minket nem ingat meg ez a helyzet, na de ők 10 évesek voltak. Elveszítették a barátaikat tulajdonképpen. Bár nem hívtuk őket magunkkal, de ők jöttek. Az első év az nagyon nehéz volt. Bevallom, hogy én sokat sírtam. Még haragudtam is a férjemre, hogy mibe hoz bele minket. Aztán ránk tekintett az Úr úgy kegyelmesen, és először a gyerekeink korosztályából jöttek a megtérők, szomszédok, osztálytársak, ismerősök. Én is elkezdtem nők között egy bibliaórát, először azt se tudtam, hogy beszéljek olyan nőknek, akiknek a kezében nem volt korábban biblia. Nagyon érdekes élményeket adott Isten, és lassan-lassan elindult valami. És 17 évig a ház, a lakásunkban volt egy héten 4-5-6 összejövetel is, mert ilyen ifi, olyan ifi, ifjúsági, női alkalom, új hívőknek az alkalma, zenei igen. gyakorlat, vezetőknek az összejövetele, tehát beindult az élet. Akkor nekem ki is kellett maradnom a munkából, hogy győzzem a takarítást, meg mindenkit megkínáltunk, meg hát mégis családi életet is éljünk. És aztán közben oda jutott a gyülekezet, hogy elkezdtünk építkezni, és felépült csodák csodájára. Egy nagyon szép épület, 2 szintes, óvoda is működik a termekben, mert rögtön az volt a vágyunk, hogy ne csak esténként, meg hétvégén használjuk ezt a gyönyörű házat, hanem a hét minden napján, és így elindult egy óvodai szolgálat is, missziós hát, céllal. Igen, ez nagyon jó, hogy ezt megosztottad velünk, mert hát itt megint az látszik, mikor akar valaki tenni valamit az Úr ügyéért, és akkor Isten megáldja azt, és ha kitartanak, akkor jön az áldás. És pont vasárnap, ahogy Tahiban voltunk, és a kedves férjedet felszólították arra, hogy hát beszámoljon, mert most is van olyan szolgálatotok a cigányok között, és hogy hát ha erről is gondolom, hogy tudsz elmondani néhány dolgot, hogy ez hol történik, és hogy van. Igen.
rózsakert után úgy vezetett az Úr, hogy Tökölön kezdtünk egy újabb gyülekezetet, bár még ment tovább a rózsakerti szolgálat, és 6 évvel ezelőtt pedig Tatár-Szentgyörgyre kaptunk meghívást, érdekes módon a polgármestertől. Ebben a faluban nagyon nagy bajok voltak. Igen. Cigány lövöldözés, nagy feszültség romák és magyarok között. Hát itt szembesülünk igazán a cigányság helyzetével. Igen. Mondhatom, hogy a legnehezebb terep. Én azt hittem, hogy rózsakert nagyon nehéz, ó, dehogy. Ez Tököl is sokkal igen. könnyebb volt, ez most nagyon-nagyon nehéznek tűnik. Érezzük, hogy rendkívül alkalmatlanok vagyunk erre a szolgálatra is. Szinte csak úgy tapogatózunk, hogy ezekhez az emberekhez... De az Úr alkalmassát tud tenni, hogy hát, bele ha ő megteszi, akkor nagyon köszönjük, mert egyébként kudarc az egész. Tehát megszerettük őket, szeretjük őket, bár furcsa. Vagyis, hogy mondjam, tehát tényleg egy új terület. Nehéz terület. Igen. És... pár hónapja a közösségünk vezetői megkérték Gézát, hogy vállalja el az egész cigány misszió vezetését. Úgyhogy most még többet utazunk, mint bármikor. Igen. Korábban Szabolcsban jártunk 2 hete, még a határ túloldalára is átmentünk egy új cigányi maház avatására. Most is készülünk valahova. Tanuljuk, imádkozunk, keressük a munkatársakat, igen. azokat, akik nyitottak erre. Nagy a szükség a cigányság között. Rendkívüli módon szaporodnak. Ők mondják, és valószínű jogos, hogy 2050-re többen lesznek, mint mi. Igen. És az Isten kegyelmére, Jézus új életet adó csodájára van szükségük, hogy igazán együtt tudjunk élni, és ebből valami jó jöjjön ki. Én is, amikor megismerkedtem egy cigány fiúval, és elhívott egy helyre szolgálni, és hát szóltunk néhány helyre be, és meg jöttek a gyermekek kint a szabad téren, és vagy 50 cigány egyből odajött, és olyan házak voltak, hogy szinte 3 oldala volt, lemez teteje volt csak, meg hát szóval ilyen rongy lógott, meg ilyesmi. Tehát nagyon szerény körülmények között éltek, de hát mégis nagyobb volt a vágy benne, mint sok fehér emberbe, vagy magyar emberbe. Annyira szalad az időnk, és sok minden ezen a területen, hát lehetne beszélni, de még szeretném megkérdezni azt, hogy volt egy olyan próba az életetekben, vagy az életedben, ami nem volt könnyű, amit meg tudsz osztani a kedves nézőkkel, hogy Isten abból is hogy segített ki. Igen, amit említettem, hogy 2 kisfiút elvitt az Úr, ez megviselt. Ami még jobban megviselt, és most is keressük még a választ az imáinkra, az, hogy a fiunk megrodjant a hitében. Olyan események történtek, amikből ő vesztesen jött ki, és eltávolodott az Úrtól. Ez nagyon nagy fájdalom, mert korábban éveken keresztül ő volt az ifi vezetőnk, többen rajta keresztül találtak üdvösséget, bűnbocsánatot, igen. kegyelmet. Úgyhogy itt nem értjük a helyzetet, de tudjuk, hogy vissza fog jönni, jó, várjuk, van, jót fog kihozni, és reméljük, hogy nem soká tart, mert
kapott különleges ajándékot az Úrtól, de most tékozol a helyet, hogy gyűjtene. Igen. Úgyhogy várjuk hát ez vissza. Jó, hogy ezt is elmondtad, mert hát nagyon sokszor a hívő szülőknek is át kell menni olyan helyzeten, meg a gyermekekkel kapcsolatban, ami nem könnyű. Igen. És hát meg vagyunk próbálva, vagy a hitünk Igen. is, de fontos az, hogy Isten nem akarja, hogy mi elveszítsük a hitünket, hanem Igen. hogy megmaradjunk ő benne. A kapcsolatunk jó, tehát rendszeresen találkozunk, jönnek hozzánk a felesége, meg a gyerekei járnak a gyülekezetünkbe, ez nagyon furcsa, vagyis hát örülünk, hogy legalább abba, ők, igen, igen. Hát igen, hogy... de nagyon várjuk vissza a fiunkat is. Hát elhiszem. Igen. Azt szeretném, mert az időnk nagyon elszaladt, hogy ez a műsorunk az Ébredés címet viseli, és hogy hát várod-e, vagy hiszel-e abban, hogy Isten el fogja hozni ezt, és akár a mi életünkben, vagy a környezetünkben, vagy ebben az országban, hogyha a látásodat elmondanád számunkra. Néhány évvel ezelőtt megkérdezte valaki tőlem, hogy mit szeretnék még elérni az életemben, és azt mondtam, hogy az ébredést. Én már hát mindent megkaptam az Úrtól, mindent, nagyon-nagyon sok jót. De egy ébredést. Fiatal koromban azt mondhatom, hogy kicsiben átéltem. Miután mi ott megtértünk a testvéreimmel, az Úr valami tüzet gyújtott, és pár év alatt sokan megtértek körülöttünk, ez nagyon nagy kegyelem volt átélni. Aztán Rózsakertben is átéltünk egy hullámot, amikor olyanok, akik nem is tudtak Jézusról, a Bibliához semmi közük nem volt, elkezdtek jönni és új életre találtak. De egy olyan tömeges, egy olyan nagy ébredést még nem éltem át, és nagyon, nagyon szeretném. Aztán, hát, hogy igen. az életemben meg lesz-e, vagy esetleg csak a mennyből fogom látni, az Úr tudja. Hát ez valóban jó, hogyha mi fel vagyunk ébredve, tehát nem alvó állapotban Amen. Vagyunk, és igen, hogy akkor várhatjuk azt, hogy akár a környezetünkben, vagy a gyülekezetben, vagy tényleg az országunkban is Isten ezt elhozza, mert Isten is az embereken keresztül akarja elvégezni az ő tervét. Igen. És hát ha bele tudunk simulni, és hogyha készek vagyunk, mint ti is, ahogy elmondtad, hogy hát sok helyen engedelmesek voltatok, hogy mentetek ilyen meg olyan helyre munkálkodni, ezt Isten meg fogja áldani, és hogy veletek volt, és hát a továbbiakban is hát bízhattok abban, hogy Isten veletek lesz, igen, és megáldja igen, ezt tudjuk, hogy ő hű, amit megígért, azt igen, betartja. Igen. Hát a műsorunk végén mindig imával szoktuk befejezni ezt az alkalmat, és hogyha megkérhetnélek, hogy hangos imádságban elmondanád mindazt, ami a szívedben van. És utána majd én imádkozom. Drága Jézus, köszönöm, hogy most is megszólíthatlak. Hatalmas Úr, Tied az ország, a hatalom, a dicsőség. Köszönöm, Jézus, hogy Te vagy az Isten báránya, és mindent elvégeztél, amivel megbízott az Atya. Köszönöm az életedet, a szenvedésedet, a halálodat, a feltámadásodat. Köszönöm, hogy elküldted a Szent Lelket. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, a Te szellemed által. Köszönöm, Jézus, hogy engem is megszólítottál, megkerestél, megtaláltál, és köszönöm, hogy ennyi éven keresztül megtartottál.
Nagyon-nagyon sok okom van a hálára, Uram. De a kéréseim is előtted vannak. És most imádkozom ébredésért. Ó Jézus! Hallgass meg! Vágyunk rád! Téged akarunk. Azt, hogy minél több ember beismerje, hogy rossz úton jár, hogy a kárhozat felé halad. De hogy van kegyelem, van bocsánat, üdvösség, örök élet. Jézus, kérünk, küldj munkásokat a te aratásodba. Dicsőítsd meg magad, drága Urunk. Amen. Amen. Atyám, az Úr Jézus drága nevében jövünk hozzád, és áldunk téged azért, hogy megismerhettünk téged, és megbocsátottad a mi bűneinket, és neked szolgálhatunk. Köszönöm, Uram, hogy az én testvérnőm is elmondhatta mindazt az életében, amivel megélte az, hogy ő is megismert téged, és hogy átsegítetted minden bajokon, és hogy velük voltál, és megáldottad az életüket, a szolgálatukat. Kérlek, Atyám, hogy hadd tudjuk mindvégig hűségesen megtenni azt, amire elhívtál, és hogy legyen kész a mi szívünk mindenkor a te engedelmességedre, hogyha bárhová küldesz is minket, meg tudjuk tenni azt, és készek legyünk az embereknek elmondani a jó hírt, amit valóban mi is megismertünk, és tudjuk azt, hogy egyedül csak neked érdemes élni, veled érdemes járni, és köszönjük neked mindazt, amivel eddig is megáldottad az életünket, és továbbra is a te áldott kezeidbe tesszük le a mi életünket. Köszönöm, Uram, hogy most is ezt elmondhattuk a kedves nézők számára. Mindenért, Uram, legyen áldva és dicsőítve a te drága neved. Amen. Megköszönöm a kedves televízió nézőinek, hogy önök minket választottak, és kívánom valóban az önök életében, hogy hát amikor hallanak ilyen dolgokról, mindazt felmérhetik, hogy Isten minden helyzetben kész a mi számunkra megoldást adni, és előbbre vinni, és hogy nem maradunk elkeseredve, hanem kihoz abból, hogy a mi örömteli élettel tudjunk neked szolgálni. Úrnak köszönjük azt, hogy valóban ő ilyen Istent ismerhettünk meg, és hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig az ő ígérete szerint. Keressék az Urat, még megtalálható, és hívják segítségül az ő nevét. Isten áldja meg önöket a viszontlátásra.